Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Vince Réka vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Dunai járhullám, belvízvédelmi készültség Tolna vármegye szakaszán. Előkészületek, június 9-én választ az ország. Együtt szoríthatunk a magyaroknak. Szurkolói teraszt alakítanak ki a labdarúgó Európa-bajnokság idejére Szekszárdon. Szent mise. Megáltották Dombóváron a felújított Jézus szíve templomot és a Szent Háromság szobrot. A Dunai járhullám tetőzése Tolna vármegye területén vasárnapra várható. Az elmúlt hetekben a folyó vízgyűjtő területein történt nagy mennyiségű esőzések miatt magas vízszint alakul ki, így pénteken az érintett szakaszon belvízvédelmi készültséget rendeltek el. A várható vízszint emelkedés a holtágak felé történő vízpótláshoz megfelelő időben jött. Beke Zsoltot kérdeztük, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szekszári szakaszmérnökség vezetőjét. Nem a hóban tárolt vízkészlet olvadt meg és indított el egy árhullámot, hanem tényleg egy ciklon által behozott hirtelen csapadékok lehullásával, ami mutatja vagy a árhullámnak az intenzitását is, elég gyorsan emelkedő. Az árhullám azt mutatja az előrejelzések szerint, hogy a mi térségünket is eléri. Igaz, hogy csak fokozatot meghaladó, vagy épp hogy meghaladó módon, nem magas vízszintekkel. Az árvízvédelmi készültség ettől függetlenül mai nap reggel 6 órától elrendelésre került, úgyhogy itt a kollégákkal mind a három árvízvédelmi szakaszon a Duna mentén Tolna megyébe figyelő jelentő szolgálatot látunk el. Néhány helyen már elérte a vízszint a töltéseket. Vasárnap napközben Paks térségébe, illetve vasárnaptól hétfőre fognak itt a Sió árvízkapu környezetében tetőzni. Pakson 646, itt az árvízkapunál 1043 cm-rel, ami a decemberi árhullámhoz képest mintegy 50-60 cm-rel alacsonyabb vízszint, és hát nem is fog várhatóan annyi problémát mutatni talán az átérbe az üdülő részeken sem. A szakemberek szerint egyelőre nem lesz szükség beavatkozásra Tolna vármegye védvonalai mentén. Önkormányzatok igényelték a holtágak vízpótlását ennek a Duna árhullámnak az érkezésével. Így elmondható, hogy mind a bőcskei holtág, mind a tolnai holtágak, bogyiszlói holtág, illetve a faddi holtág is most ezzel az árhullámmal igen kedvező vízpótlást fog kapni. Annak érdekében, hogy a nyár várható két hónapjában száraz időszakokat minél kedvezőbben átélje. A Sió csatornán a meder nem mutat árvízvédelmi készültségi szintet, így az továbbra is alkalmas vízisportokra. Zsikó Gál Klaudia, a szekszárdi helyi választási iroda vezetője számolt be a választási előkészületekről és a legfontosabb tudnivalókról. A szavazóköröket berendezték, Szekszárdon többek között 87 fülkét és 192 urnát szállítottak ki. Június 9-én vasárnap európai parlamenti, helyi önkormányzati, vármegyei és nemzetiségi választásokat is rendeznek Magyarországon. Hazánkra és Szekszárdra vonatkozó adatokról, tudnivalókról számolt be Zsikó Gál Klaudia. Hatalmas munka a választások lebonyolítása, elsődleges feladatunk a törvényes és szakszerű lebonyolítása. Kollégáim felkészültem, várják és nagy izgalommal várják, hiszen ez fizikálisan is és mentálisan is megterhelő ez a feladat, de azt gondolom, hogy a legjobb tudásunk szerint felkészültünk a vasárnapi választásokra. Egy napon több területen is választunk képviselőket, többek között ezért is számít különlegesnek június 9-e. Rengeteg minden változott, mindig minden választás alkalmával, 4-5 évente szinte újra tanuljuk a választási eljárásról szóló törvényt, és nyilván a tapasztalatok alapján a jogalkotók módosítják a jogszabályokat annak érdekében, hogy minél gördülékenyebben menjenek a munkák, és folyanak a munkák a szavazatszámláló bizottságoknál, illetve a helyi választási irodánál, de azt gondolom, hogy az oktatás az a helyi választási iroda tagjai részére is megtörtént.
Számos alkalommal ültek le a kollégáink, és végeztek gyakorló feladatokat, elvégezték a választásnak az online oktatását is, és a szavazatszámláló bizottságok oktatására is a héten sor került hétfőn és szerdán. Szavazni vasárnap reggel 6 órától este 19 óráig lehet. Ezt követően számolják össze a szavazatokat. Mivel ezúttal több választástípus van, így előfordulhat, hogy a korábban megszokottól később lesznek eredmények. Amikor belép a választópolgár a szavazóhelyiségbe, akkor sor kerül a névjegyzékbeli ellenőrzésére, neki a személyazonosító okmányait kell előkészíteni. Ugye több alkalommal elmondtuk, hogy szavazni csak és kizárólag érvényes személyi okmánnyal és lakcímkártyával lehetséges. Megtalálhatóak a honlapon is azok az elfogadható érvényes okmányok, amelyekkel szavazni lehet, ezek az új típusú személyigazolványok, vagy a régi típusú kártyaformátumú személyigazolvány, útlevél, vezetői engedély, illetve a lakcímkártya, vagy pedig ugye a személy, a lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány, vagy pedig a személyi számot igazoló hatósági bizonyítvány. A helyi választási bizottság elnöke arról is tájékoztatott, hogy Tolna vármegyében a kormányablakok kizárólag okmányokkal kapcsolatos ügyintézés céljából hétvégén is nyitva tartanak. A választópolgárok kérdés esetén változatlanul a választás.hu weboldalon is megtalálják a legfontosabb információkat. Megtartotta a Zöld Alma környezetvédelmi verseny díjátadóját az Együtt a Parlagfő ellen alapítvány június 5-én. A 2023-24-es tanévben 4 paksi iskola vett részt a 6 állomásos vetélkedőn, amelynek keretében kupakgyűjtési akció is zajlott. A gyűjtés során összesen 92 zsáknyi 1247 kg műanyag kupakot adtak le. Az összetett megmérettetés győztese a Deák Ferenc általános iskola lett. 410 millió forintból építheti meg Bonyhád városa új piacterét. Az elnyert támogatásnak köszönhetően egy modern, jól felszerelt és minden igényt kielégítő vásárhelyet építhetnek, ami már régóta dédelgetett álma volt a városvezetésnek. Az OTP arra figyelmeztette ügyfeleit, hogy adathalás csalók az átutalásokra automatikusan beállított napi limit megemelésére, illetve a számlájukon található összeg átutalására próbálják rávenni őket. A tájékoztatás szerint a csalók egy másik módszerrel is próbálkoznak. Arra kérik őket az ügyfeleket telefonon, SMS-ben vagy e-mailben, hogy új eszközt regisztráljanak mobilbanki alkalmazásukhoz. A pénzintézet közleményében azt írja, ők nem keresnek fel senkit ilyen és hasonló kérésekkel. Június 14-én kezdődik a németországi labdarúgó Európa-bajnokság, melyen a magyar válogatott is szerepel. A kontinens torna egy hónapig tart. A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ az EB idejére szurkolói teraszt alakít ki a Garai téren, csak úgy, mint 2016-ban és 2021-ben. Ismét együtt szoríthatnak a foci rajongók a nyári Európa-bajnokságon hazánk válogatottjáért Szekszárdon. A szurkolói teraszról Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója és Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere számoltak be sajtótájékoztató keretében. Legnagyobb örömünkre ez már a harmadik alkalom, hogy Magyarország nemzeti csapata is Zsinórban egymás után harmadszor részvevője lesz a Európa-bajnokságnak, melyet ebben az évben Németországban rendeznek. Mindannyian vissza tudunk emlékezni azokra a szép pillanatokra, amikor 2016-ban, illetve 21-ben is a Garai téren volt már egy ilyen kivetítővel felállított és szurkolói teraszt mutató összefogás, de ebben az évben ez teljesen a mi kezdeményezésünkre és a mi lebonyolításunkban zajlik. A szurkolói zónában természetesen nem csak a magyar válogatott, hanem az összes nemzeti 11 mérkőzése megtekinthető lesz, méghozzá egy nem is akármilyen 4,5x2,5 méteres óriás LED kivetítő falon. A téren 300 állóhelyeket tekintve akár 500 ember is egyszerre nézheti meg a mérkőzéseket. A terasz fedett része 7x22 méteres lesz. Természetesen nincsenek meccsek finom italok nélkül, rendkívül bőséges sör, üdítő, jégkrém, édesség, perec, szotyi, ropi, mogyoró és minden a meccshez illő étellel, itallal készülünk a koktélpatika nevében, és a Turinform iroda szervezésében szurkolói mezek és számos szurkoláshoz alkalmas baseballsapka és sok más ajándéktárgy is lesz vásárolható. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere úgy fogalmazott, felhőtlen szórakozást szeretnének nyújtani a szekszárdiaknak és az idelátogatóknak. Bízunk benne, hogy nagyon sokan igénybe veszik majd ezt a lehetőséget. Az utolsó két alkalommal is szintén részvevő voltunk az Európa-bajnokságnak,
nagyon-nagyon kellemes tapasztalatok voltak. Köszönjük szépen a Babits Mihály Kulturális Központnak a szervezést és a helyzetfelismerést. Minden adott tehát ahhoz, hogy a kilátogatók megfelelő körülmények között élvezhessék a labdarúgó Európa-bajnokság 51 mérkőzését. A magyar csapatcsoport meccseit június 15-én, 19-én és 23-án játssza Svájc, Németország és Skócia együttesei ellen. Rendszeres az, hogy a választások előtt a szavazatszámlálóknak oktatási csomagot állítanak össze. Így történt ez most is, hiszen a vasárnap esedékes európai parlamenti és helyhatósági voksolás során is megbízható és ellentmondásoktól mentes számlálóbizottságokra van szükség. A két oktatási napon felkészítették a számlálókat a váratlan helyzetekre is. Az esemény végén letették esküjüket. A helyi választási iroda a háttérben végzi a feladatait és a munkálatait. Az adminisztratív feladatokon túl az elmúlt napokban, hétfőn, illetve a mai napon a 39 szavazókör szavazatszámláló bizottsági tagjainak a képzésére, oktatására kerül sor, illetve a szavazatszámláló bizottságoknak az alakuló ülésére is, ahol megválasztják az elnököt és az elnök helyettest. Mint ismeretes, a szavazatszámláló bizottságok azok, akikre a legtöbb feladat hárul a választás napján, hiszen a választópolgárok a szavazóköröket a szavazás napján reggel 6 órától 19 óráig kereshetik fel, hogy leadhassák a voksukat arra, akire szeretnék. Közel 60 főt nevezett a Magyar Atlétikai Szövetség a pénteken kezdődő római Európa-bajnokságra. A nemzeti csapatban szerepel majd Szemerei Levente, a Szekszárdi Sportközpont versenyzője is. Június 9-én, vasárnap 9 órakor rajtol a férfi mezőny, és a versenyt élőben közvetíti majd az M4 Sport is. Völgyi Péter szövetségi kapitány Mányoki Rékát, Miklós Merindát és Studer Ágnest is behívta a magyar női kosárlabda válogatott keretébe, ami az augusztus 19 és 25 között Ruandában sorra kerülő világbajnoksági előselejtezőre készül. A válogatott július 15-én kezdi meg a felkészülést, és 4 edzőmérkőzést játszik. Augusztus 1-én és 2-án Montenegróban a házigazdákkal találkozik, egy héttel később pedig a cseh együttes látogat Székesfehérvárra. Májer Mihály nyugalmazott pécsi megyes püspök szentmise keretében áldotta meg a Dombóvár belvárosában található felújított Jézus szíve templomot, valamint az épület előtt álló szintén megújult Szent Háromság szobrot. A munkálatok 2023-ban kezdődtek. Elvégezték az épület vízszigetelését, a külső vakolat javítását, a nyílászárok és ablakpárkányok cseréjét, felújították az északi toronysisak fedését, valamint kifestették a belső tereket. A felújítást kormányzati forrásból finanszírozták. Nagyon nagy öröm számunkra ez a mai délután, ez a mai ünnep. Hosszú évtizedek után sikerült az elmúlt 2 évben kívülről és belülről felújítanunk, megszépíteni a belvárosi Jézus szíve római katolikus templomot, és ezért adunk ma hálát egy ünnepi szentmise keretében, illetve kerül sor Májer Mihály nyugalmazott megyés püspök atya által a templom megáldására. A templom 1757-ben épült, eredetileg egy tornyú és Szent László tiszteletére szentelték fel. Majd alig 200 év elteltével Dombóvár lakosságának gyarapodása szükségessé tette a bővítését, amelyet 1949-1950-ben teljesen átépítettek és megváltoztatták a titulusát is, így lett Jézus szíve templom. Ezen kívül azért a helyi közösség összefogását is jelenti ez a mai ünnep, hiszen a tér úgy lesz igazán méltóvá a megszépült templommal együtt, hogy a templom téren található, itt a templom előtt található Szent Háromság szobor is restaurálásra került. Ez a hívek kezdeményezése volt, és a hívek, illetve helyi vállalkozók adományának köszönhetően nagyon szépen restaurálták, és most ezt a Szent Háromság szobrot is avathatjuk, illetve megáldja a püspök atya, úgyhogy örülünk, hogy így tényleg az egész tér komplett módon megszépült a középpontjában a templom épülettel és ezzel a szoborral. A június 4-én bemutatott koncelebrált ünnepi szentmisén Májer Mihály nyugalmazott megyés püspök fontosságát hangsúlyozta annak, hogy a felújított templom nem csak külsejében szép, hanem széppé teszi a lelkünket is, hiszen itt az érték mindig az ember, az emberi lélek. A régió híreivel folytatjuk. Befejezni az egyik pécsi iskola felújítását a képviselőjelölt. Új városi felújítási alapot hozna létre Barkóczi Csaba. Online időpontfoglalás. Új funkcióval bővül az egészségablak alkalmazás.
Befejezni a Pécsi Köztársaság téri általános iskola felújítását a Fidesz pécsi önkormányzati képviselőjelöltje, ha a június 9-i választáson bizalmat kapna a pécsiektől. Többek között a Petőfi utcai iskolát beemelni a város fejlesztési tervébe. Képviselőként vállalja, hogy teljes körű út és járdafelújítást hajt végre Ispitalja családi házas övezetében. Még az előző fideszes városvezetés ideje alatt kezdődött a Pécsi Köztársaság téri általános iskola modernizálása, felújítása. Az iskola északi oldala teljesen új, korszerű szigetelést kapott, így adta át az akkori városvezetés 2018-ban, mondta Barkóczi Csaba, a polgári oldal önkormányzati képviselőjelöltje az iskola előtt. És aztán az új városvezetés pedig nem folytatta az iskola felújítását, noha erre megvolt már korábban a szándék, és éppen emiatt viszont az iskolának a keleti oldala, valamint a belső udvari része, és a belülről a nyílászárók, meg a belső terek pedig nem kapták még meg azt a korszerűsítést, ami egy 21. századi iskolának azért kijárna. Én azt gondolom, hogy az elsődleges feladataink egyike kell legyen, hogy a köztársaság téri általános iskola felújítása, renoválása, az befejezésre kerüljön. Ezt egy nagyon fontos feladatomnak és célkitűzésemnek tartom. A köztársaság térre térfigyelő kamerát is szeretne. Kicsit a hajléktalanokat, a vandálokat, illetve rongálókat visszaszorítani itt a térről. Hála Isten, nem ez a legproblémásabb része a városnak, de nem is kell megengedni, hogy bármi olyan elem megjelenjen itt, aki azt gondolom, hogy a játszótér és a park nyugodt biztonságos létéhez nem tartozik. Fontos még Ispitalján a buszvárok létrehozása is. Mi nagyon fontos Ispitalja város részben. Részben egy apró technikai dolog az, hogy fedett buszvárok, esőbeállók kerüljenek ki a 4-es busz itteni szakaszának a vonalain. Nyilván a többi város részben képviselőként dolgozó kollégák majd azokat a városrészeket is szorgalmazni fogják, de az tény, hogy mind a 4 megállóhelyen, ami itt a város részt érinti, egyik oldalon sincs a 4-es busznak fedett esőbeállója, ezért esőben ázunk, szélben fázunk, hőségben pedig a kánikula fűt bennünket, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek elengedhetetlen dolgok. Barkóczi Csaba megválasztása esetén képviselőként vállalja, hogy teljes körű út és járda felújítást hajt végre Ispitalja családi házas övezetében. Szintén az előző fideszes városvezetés kezdett el, de ugye a mostani városvezetés pedig ezt leállította. Gondoljunk csak az Ungvár utcára vagy a Szemmelweis utca bizonyos járdaszakaszaira, amik gyönyörűen megújultak. Most ezt kellene folytatni, hiszen vannak olyan utcák, amik a 60-as évek óta tulajdonképpen nem lettek felújítva, nem lett a burkolat cserélve, néhány helyen toldozták a koporéteget, de ezek az utak most már nem felelnek meg a mai kor kívánalmainak. Ezen kívül a Petőfi utcai iskolát beemelni a város fejlesztési tervébe. A városi panelprogram mintájára új városi felújítási alapot hozna létre Barkóczi Csaba, a Pécsi 9-es körzet fideszes önkormányzati képviselőjelöltje, ha a pécsiek bizalmat szavaznak neki a június 9-i választáson. Időpontfoglalási funkcióval bővül nyáron az egészségablak alkalmazás, amely egyre népszerűbb. A letöltések száma hétről hétre jelentősen növekszik, április közepéig csak nem 3 millióan töltötték le. A folyamatos fejlesztések alatt álló applikáció nagy előnye, hogy az elektronikus receptek és az online elérhető egészségügyi dokumentumok könnyen elérhetők és megtekinthetők. Telefonon és személyesen is lehet időpontot foglalni a különböző egészségügyi intézményekben. Ez az eddig volt legegyszerűbb és leghétköznapig módja annak, hogy egy-egy vizsgálatra bejussanak a páciensek. A telefonon is lehet időpontot foglalni, több telefonszám van megadva bizonyos szakmákhoz, hogy hol kell érdeklődni, illetve az is van, hogy esetleg bizonyos területeken, hogy milyen időtartamban lehet telefonon időpontot foglalni. Lehet e-mailben is bizonyos szakterületeken, és a leggyakoribb az, hogy személyesen adunk időpontot. Itt nem csak arra gondolok, hogy bejön a beteg, és mi itt mindjárt időpontot adunk, hanem ugye nagyon sok beteg többször visszajön egy szakrendelésre, és akkor, amikor megjön a vizsgálatra, és már tudjuk, hogy még egy vizsgálatra lesz szükség, vagy vissza kell jönni még egy kezelésre, akkor mi magunk adunk mindjárt egy időpontot a betegnek a következő alkalomra. A közeljövőben azonban az egészségablak applikációval
ez is könnyebb és egyszerűbb lesz. Mindig napra kész információval. Nagyon népszerű a páciensek körében az egészségablak nevű alkalmazás. Itt találhatjuk meg a kiváltott, vagy még a felhőben lévő gyógyszereink receptjét, a vizsgálatainkkal kapcsolatos dokumentumokat. Az informatikusokból álló zsűri által odaítélt rangos szakmai elismeréssel díjazott alkalmazást már 2,9 millióan töltötték le. Szinte hónapról hónapra bővülnek az alkalmazás funkciói. Ezen a nyáron az időpontfoglalást fejlesztik majd fokozatosan. Most egyelőre még a hagyományos rendszerben működik az időpontfoglalás, azzal kiegészítve, hogy nálunk is bevezetésre került már a járóbeteg irányítási rendszer, ami egy speciális informatikai felület, tehát már ezen keresztül tudunk mi is időpontot adni, illetve egyelőre a házi orvosok ezen keresztül tudnak már időpontot foglalni, és közeljövőben ez fog kiegészülni azzal, hogy majd a betegek részére is megnyitásra kerül ez az időpontfoglaló alkalmazás, és ők is látni fogják a saját, illetve az intézmény és egyéb intézményeknek az időpontjait is. A régóta várt funkció tehermentesíti az orvosokat is, mert nem nekik kell ezzel foglalkozniuk, több idő marad a gyógyításra, a fő cél pedig, hogy csökkenjenek a várólisták. Ugyanakkor fontos lesz az is, hogy akár le is lehet mondani az időpontot. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Dunai járhullám, belvízvédelmi készültség Tolna vármegye szakaszán. Előkészületek. Június 9-én választ az ország. Együtt szoríthatunk a magyaroknak. Szurkolói teraszt alakítanak ki a labdarúgó Európa-bajnokság idejére Szekszárdon. Szent Mise. Megáltották Dombóváron a felújított Jézus szíve templomot és a Szent Háromság szobrot. Szombaton ismét napsütés kerül előtérbe, de fátyol felhőzet, majd mérsékelt gomoly felhőzet megzavarhatja időnként a napsugarakat. Gyorsan melegszik a levegő, az ország zömén elérheti, sőt egyre nagyobb területen meghaladja a 30 fokot a maximum hőmérséklet. Estéről egyre több felé szerte az országban előfordulhatnak záporesők, valamint zivatarok. Vasárnap folytatódik a füllett meleg idő. Délutántól helyenként újból előfordulhatnak záporok és zivatarok, melyek éjszaka is folytatódnak. Hétfőn elérheti térségünket a frontrendszer erőteljesebb hidegfronti szakasza. Változóan napos felhős időben több hullámban érkező, szorványosan kialakuló záporokra, heves zivatarokra kell készülni. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!